Most elkészült a stick is, és ki is hoztuk ezt is megpróbálni. Meglássuk, hogy hogy fog muzsikálni. Hát ez a motor, ez hát ez gyöngébb, igen. Nem tudom, ezt az e-fightot hogy vitted ez? Ez a motor, ez gyönge. Ez most a teljes gáz, úgyhogy ez a motor, ez ma jön le. Hát persze, de most nem volt olyan raktáron. Aki még csinálja is, amit megcsinál, de... Ez így. Végül is repül. Ez a messze, hogy nem repül. Őt még kisbe is elviszi. De fura buzukás van vele, hogy szél. Ajtottam így azt mondani, az expo. Jó, ugyan viselkedik, mint a másik viselkedés, csak az, hogy ez a motor, ez gyengébb. És egy gyengébb. De ott a méter 20-as Trojant, azt elméletleg viszi az e-flight-ot. Másik végtomarra próbálkozni, de az most nincs itt. Innen. Csinálunk egy összeállást. Az egy pici fura volt a leszállás is fele. Szerintem ez a motor gyönge bele. Az e-flightnak a BL-15-ös motorja, mint mondtam, az e-flightnak a Trojan méter 20-asát viszi. Azt hiszem, hogy sokkal könnyebb lenne mindez, vagy tudja fene. 30 amperos szabályzó van benne, még a 10x7-es légcsóval lehet, hogy kap egy 11-est, akkor jobb lesz, de már ha elfér. Viszont nem nyugodott le, hogy elkezdi gyorsulni, ami azt születi. Na, furán billent még az egész. Én nem tudom. Marad-e vagy nem marad? Lehet, hogy marad is különben, mert végül is viszi, elmegy vele, repül vele, fordulékony is, de az előző azzal a 35-30-al, az, ami van benne a trénerben is, vagy 35-36-osat lehet tenni, a lehet, hogy jobban menne. Mindegyik repül még vele párat, csinálom pár fotót, oké, gép az még repül, mint az előző, nem van szorvete semmi, sőt, még a színkombináció is maradt ugyanaz. Ez ilyenbe tetszik. Egyedül maga felni nem tiszta piros, hanem piros-fehér. Az egy lényeg kis változatosság. Na, gyerünk, lepünk felnék.
jött a tréner is. Most kíváncsi leszek, mert az a gyanús, hogy ez jobban fog menni, repülni. Azért tegnap az itt volt nagyon is, és az emlékeimben az maradt, hogy sokkal jobban megy, mint most a szikka, hogy megy. Na lássuk is. Hát igen. Szóval egész más a két történet. Szóval itt azért ebben más az akarat. Ebben azért más az akarat. Fordulékonyabb is. És azt mondom, amikor repülöm egy ilyen félgázon, amikor azt mondom neki, hogy most megindulsz, akkor ő szépen megindul. Tiknél ebben az esetben ezzel a motorral ez nincs, de majd megoldjuk ezt is, hogy jól legyen. Mindenképp kap majd egy 35-30-as vagy egy 35-36-ost. És akkor jó fog lenni. Hát ez pedig továbbra is jó. Semmi sem változott tegnap óta. Sőt, vettem úgy tőle fejtetőst is menni. Bátrabban. Pedig most azért van oldalszél. Van oldalszél. Tényleg még az sem volt. Éppen. Gyönyörűen. Gyönyörűen. És azt kell mondanom, hogy a leszállás is valahogy ezzel most oldalszél van. Megpróbáljuk a leszállást. Meg ide jössz mellém akkor, jó? Jó, hát, oké. Egy szóval 100 a vége, mind a kettő jó repülő. Ide is hozom neked. Figyelj, mind a kettő egy kiváló repülő. Pici mások a tulajdonságok. Ez igazi tényes, mondjuk ebből már volt, igaz volt a trénerből is, de az, amit mondtam, az hosszabb volt a Seinfeld-szám, mindegy. Kettőt összehasonlítani lehet, hogy nem is kellene direktben, mert azért mégis más a kettő. Viszont viselkedése is, ez megkapja az erősebb motrot, és mindenképp meg fogja kapni, mert kell neki, akkor ez legalább annyira jó lesz, mint az első. Nem volt otthon álláson, úgyhogy azért kaptam még a BL-15-öt. Nem nyugodott le a motor. Egy repülésével, viselkedésével semmi bajom, a motornak a nem ránt egy akkorát, mint kéne. Ez viszont tudja azt, amit ha kell, akkor ugye megrántsa magát. Ezért nem is merném bevinni olyan monovérbe, hogy aztán kikjön csupánom, mert nem tudom, hogy mire lenne képes. Ez simán, ezt most már tudjuk, hogy kijön bele. Most még mondjam azt, hogy mennyire jók a repülők? Jók. Meg kell őket építeni, legyen a flottába, egyikből és másikból is. Egyszerű őket kivinni. Le sem szoktam szedni szárnyait, így van a tárolóban is, meg így pakoljuk be általában az autóba is. Többé-kevésbé kisebb-nagyobb nehézségek árán, ott fogom, melyik eljövünk ki. Úgyhogy, na, ez egy kettős teszt így mára. És mehetünk a másik váltásba dolgozni. Pa-pa!